felhívás valamennyi földhasználó számára. A termőföldről szóló 1994. évi 55-ös törvény és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007-es kormányrendelet változása következtében valamennyi ingatlanügyi hatóságnál regisztrált földhasználó köteles bejelenteni a magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítóját, vagyis a személyi számát és az állampolgárságát. Továbbá köteles bejelenteni gazdálkodó szervezet földhasználó esetében pedig a statisztikai azonosítóját. A fentiek alapján 2013. szeptember 30-áig az illetékes járási földhivatalhoz be kell nyújtani a 2013. január 1-jét megelőzően már regisztrált földhasználóknak a fenti adatokat tartalmazó földhasználati azonosító adatközlési lapot. Ez az adatlap beszerezhető a földhivataloknál, vagy letölthető a földhivatal.hu honlapról. A bejelentést határidőben elmulasztó földhasználót a földhivatal bírsággal sújtja, melynek mértéke a termőföld ingatlan nyilvántartás szerinti aranykorona értékének ezerszerese, azzal, hogy nem lehet kevesebb a behajtható köztartozás minimális összegénél. A Szigetszentmiklósi rendőrkapitányság eljárást folytat lopás-vétség alapos gyanúja miatt. Kérjük a lakosság figyelmét, hogy aki a képen látható gázpalackot a hozzátartozó reduktorral és gumicsővel felismeri, az jelentkezzen a rendőrkapitányság bűnügyi osztály nyomozó alosztályánál a 0624 525 460-as telefonszámon. Minden nyáron vannak olyan napok, amikor a kánikulai meleg és a csapadékmentes időjárás következtében fokozott tűzveszély alakul ki hazánkban. Ez jellemző most is, ezért a katasztrófavédelem kezdeményezésére a vidékfejlesztési miniszter az erdőkre és fásításokra, valamint az ezek határaitól számított 200 méteren belüli területre július 22-én átmeneti időszakra vonatkozó általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el. A tűzgyújtási tilalom elrendelése és annak visszavonása függ a meteorológiai körülményektől, az erdőben található élő és hold biomassza szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától. A kialakított tűzrakóhelyen az alábbi szabályok betartásával bárki rakhat tüzet, de számos fontos szempontot figyelembe kell venni. A tűz meggyújtása előtt a tűzrakó hely környékét meg kell tisztítani, a tűz terjedését lehetővé tévő anyagoktól, levelektől, faágaktól. Soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni az égő tüzet, amely ki nem hűlt parazsat és hamut. Fel kell készülni a tűz eloltására, ha feltámadna a szél. Gondoskodni kell arról, hogy készenlétben legyen a tűz oltására alkalmas anyag, eszköz, például víz, homok vagy lapát. Ahogy a tűzre nincs szükség, azt gondosan el kell oltani, és meg kell győződni arról, hogy valóban elaludt, a hamura távozás előtt lehetőleg földet kell szórni. Figyelem, a tűzgyújtási tilalom a közzétételtől visszavonásig él.